Milyen volt a velünk eltöltött a tévében, néni? Hát milyen-milyen csodálatos! I got a hangover, whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover, whoa, I got an empty cup, pour me some more. So I can go until I blow up, eh, and I can drink until I throw up, eh, and I don't ever, ever want to grow up, eh, I wanna keep. Got a little bit trash last night, night. I got a little bit wasted. Yeah, yeah. I got a little bit mashed last night, night. I got a little shit-faced. Give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? I call my homie Tyler, we can all sip again. Get it in, and again, leave evidence. Wasted. For sure, I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more, so I can go until I blow up. Eh, and I can drink until I throw up. Eh, and I don't ever, ever want to grow up. Eh, I wanna keep it going, keep it going. Come on, szóval az lenne a kérdésem a tanár úrtól, hogy milyen volt a velünk töltött évek. Most tényleg azt szeretnéd, hogy őszinte legyek? Igen. Szerintem ti nem akarjátok azt. Egyébként azt gondolom, hogy volt, akit megbántottam, igaz, Dávid? De egyébként szerintem egész jó éveket töltöttünk együtt. Nem feltétlenül a munka volt az első, de szerintem ti is és én is jól éreztük egymást. York, LA, Berlin, say hey to Tokyo, Rio, De Janeiro, here we go, go. Hello, hello, can you just feel it? Are you ready to go? Hello, hello, do you receive my echo? My life is a party.
És tanárnő, milyen volt a velünk eltöltött elmúlt pár év? Hát megmondom őszintén, sokszor mondtam nektek azt, hogy ti vagytok a leghangosabb osztály és a legbeszédesebbek. De attól függetlenül szerintem az órát nagyon jó hangulatba teltek. És ami a legnagyobb meglepetésemre szolgált, hogy tavaly évvégén kis előadásokat kellett csinálnotok, és egy teljesen más oldalról ismertelek meg benneteket. Volt, aki kiváló előadást tartott, annyira jó előadó volt, például a fekete lyukakból, hogy teljesen új oldalát ismertem meg. Hello, hello, can you just feel it? Are you ready to go? Hello, hello, do you receive my echo? My life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I drop. Szóval tanárnő, milyen volt a velünk eltöltött néhány év? Az akkori 91-en én együtt kezdtem a dobós pályafutásomat, így azt gondolom, hogy mindkét fél részéről nagyon izgalmas volt ez az időszak, de egy nagyon lelkes, helyes társaságot ismertem meg a személyetekben, akit volt szerencsém 3 évig magyarból és 5 évig pedig németből tanítani. Azt hiszem, hogy a jó tanár nap után igyekszik üzenni diákjainak, és olykor sikerül is neki, remélem, hogy ez néha nekem is sikerült. Ezúttal azonban nem üzenni, hanem kívánni szeretném nektek azt, hogy a lehető legtöbb mindenben adassék meg azt, hogy olyan lelkesedéssel, lendülettel vigyétek véghez az életetek során, amilyennel csak szeretnétek, és így szeretnék mindenkinek, az egész osztálynak sok sikert kívánni a nagybetűs élethez. C-osztályban csak 2 évet töltöttem, és nagyon kellemes volt a 12 C-osztályban a 2 év, mert egy nagyon kedves társaságot ismertem meg, akik ugyan nem tanultak teljes gőzzel, viszont emberileg nagyon, nagyon jó emberek szerintem, és nagyon kedvesek, és én mindig jól éreztem magam velük. Nagyon jó volt, és nagyon örültem, hogy felkértek a kampányba szerepelni, már nem voltam olyan ügyes, mert ugye nem nyertek a kampányban, hát ha ügyesebb lettem volna, talán akkor több szavazatuk lesz, és akkor megnyerik, de az is nagyon kellemes élmény. Yeah.
elmúlt 3 év elég rendhagyó tesi órákat eredményezett az online oktatástól kezdve. Felújítás során emlékszem sok-sok sétára, Dóráéknál való fagyizásra, illetve nekem most az nagyon jó, hogy ebből az utolsó évben csak veletek vagyok, nincs másik osztály mellette, úgyhogy sokkal családiasabb a hangulat. Szeretek az óráitokra járni, kedvesek vagytok, aranyosak vagytok. Washing they cool down. Caliente, frío. Todo eso que tú tienes mío. Caliente, frío. Todo eso que tú tienes. A 12. C-osztályt, 4. éve tanítom történelemből. Tudom, hogy ők a nyelvek tanulása miatt érkeztek iskolánkba, de úgy látom, hogy az elmúlt időszakban, főleg ebben a tanévben érdeklődnek a Magyarország és a világ múltja iránt. Meg vagyok velük elégedve. Szeretek hozzátok órára bemenni, hisz okosak, ügyesek, szorgalmasak vagytok, és az a néhány kicsi lusta, késő kamaszodó diák is remélhetőleg beérik év végére. Welcome to Saint-Tropez. I gotta stay high, high up like a la-la-la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yeah, so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these your frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring on the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Voltak szép emlékek, és természetesen kevésbé szépek is. Emlékszem arra, amikor bejöttetek, és én is nagyon féltem, hogy úristen, itt ebben az iskolában az első osztály, de hát muszáj volt, hogy előre menjek, mert én voltam az osztályfőnök. Emlékszem a szecskavatóra is, amikor még mindenki egy kis kamasz volt, és hát félt. Utána emlékszem az első osztály kirándulásra is, ahol azt hittem, hogy minden szép és tökéletes, míg éjjel egykor arra nem keltem föl. Hogy a kollega, aki velem egy szobában aludt, az rohant kifele, mert azt mondta, hogy le akart szakadni a plafon. Utána sajnos bejött az online oktatás, bár ott is voltak szép pillanatok. Emlékszem arra, amikor megkérdeztem, hogy milyen film megy a tévében, és kapásból tudta a választ a gyerek. Gondolkozok rajta, hogy matek órán miért, illetve emlékszem arra is, amikor valaki más jelentkezett be egy mesterember, és mondta, hogy tessék elhinni, nem lesz semmi baj, nagyon vigyázok a gyereknek, kerítést festünk. Illetve arra is emlékszem, mikor a dolgozat végén valaki megkérdezte, hogy hogy tudtam 13 fajta csoportot létrehozni. Mire visszajöttetek, addigra már gyakorlatilag fiatal felnőttek voltatok. Nyilván ebben az osztályban is voltak ellentétek, de szövődtek barátságok is.
Én azért úgy gondolom, hogy összességében szép időket töltöttünk együtt.